A várakozásoknak megfelelően az A döntőbe jutott a női rövidpályás gyors korcsolya váltó a Drezdai Európa-bajnokságon. A hölgyeknél ott volt a Szegedi Korcsolyázó Egyesület két válogatott versenyzője, Kónya Zsófia és Jászapáti Petra is. A startpisztoly eldördülésétől kezdve az utolsó körökig vezettek a mieink. Az első fordulat egy német esés volt, 8 körrel a 3000 méteres verseny vége előtt. Három csapatosra szűkült a csata, de ez nem tartott sokáig. Néhány pillanattal később a franciák is elcsúsztak, így a magyar-orosz kettős küzdött az aranyéremért. A futam végén, az utolsó váltásnál az oroszok egy váratlan taktikai húzással később váltottak, így sikerült megelőzni a mieinket. A hajrában pedig Jászapáti már nem tudta visszaszerezni az első helyet, így akárcsak a tavalyi EB-n, idén is ezüstérmes lett női váltónk, benne a két szegedi versenyzővel.